60 napon keresztül minden nap megoldok egy érettségi feladatot, ez az első nap. Derékszögű koordináta rendszerben ábrázoltuk a valós számok halmazán értelmezett függvényünket, ami az x-hez 2/5x meg 8/5x függvényről van szó. Adjunk meg egy olyan pontot a koordinátáival, amely illeszkedik a függvény grafikonjára. Ehhez nem kell más tennünk ilyen típusú függvényeknél, tehát hogyha mondjuk egy lineáris függvényünk van, ez egy lineáris függvény, a 8-ban mondjuk ezt tanuljátok. Van egy pontunk, egy P pontunk, ami rajta van a függvény grafikonján, annak van ugye egy x és egy y koordinátája. Azt kell csinálnunk, ugye, hogy az x koordinátát helyettesítjük be ide, az x helyére, és az y koordinátáját fogja kiadni eredményül a függvényünk. Tehát például OKR, mondjuk választhatjuk az 1-est, hogy az 1 legyen az x helyén. Tehát ha 1-et választunk, akkor ugye az 2/5 szorozva 1 meg 8/5, ugye 2/5 szor 1 az 2/5 meg 8/5, az 10/5-del lesz egyenlő, 10/5 pedig 2-vel lesz egyenlő. Tehát például ez az 1-2 egy jó megoldásunk, de lehetne az is, hogyha az x helyére nullát írunk be, mondjuk nullát írunk, akkor ugye az 2/5 szorozva 0 meg 8/5, az egyenlő lesz nekünk 8/5, de tehát ez is egy jó megoldás. A lényeg az az, ilyen esetben mindig, hogy az x koordináták megy az első helyé, az x helyére, és amit eredményül ad, ugye ez a függvény, ilyen esetben mondjuk 2-t, az lesz a második koordinátánk. Két extra módon, hogy bebiztosítottad velem a matek érettségét. A Genius Guide útmutatóm által a teljes matek tudásodnak ilyen lehet, kevesebb, mint egy mozi egy áráért. Plusz áprilisban lesz egy 3 napos matek érettségi intenzív felkészítőnk, amin az összes témakört begyakoroljuk. Megtanítunk okosan használni a számológépet, megmutatjuk azokat a trükköket, amikkel egyszerűen tudsz pontokat szerezni, és még azt is megmutatjuk, hogy hogyan nevezz fel a 4-jegyűben. Csekkold a linket a leírásomban, majd elfelejtettem. A matek maratonhoz kapcsolódóan minden héten küldöm egy témához a legtöbb tippjeimet. Ha nem akarsz róla lemaradni, akkor iratkozz fel ezen a linken, vagy a leírásomban lévőn.